Sziasztok! Újra itt vagyunk, immáron a 8. napon a 180-ból. Július 22-e hétfő. Három újságon láthatjátok, hogy a titokzatos Robespierre politikai ambíciókat jelent be a városi pénzekből. 90 000 költenek a polgármester születésnapjára, és 6 új éttermet fognak az év végéig megnyitni a városban. Megpróbálom a játékot egy kicsit megpörgetni, tekintettel arra, hogy valószínű lesz sztori is. Mint például most, ugye a pszichológia tesztet kéne megoldanunk. Egy absztrakt képet fogunk látni. Rá kell nézni és meg kell mondani, mit látunk. Ez itt az. Nagyon-nagyon kellemes. Tehát mit látunk képen? Egy ember, aki egy marék tablettát vesz be az istállóban. Két native őslakos, mondjuk nem tudom, például az dobol, vagy levágott fejek röpködnek össze-vissza. Aha, nyilván azt fogom mondani, hogy egyébként egy marék tablettát veszek be az istállóban. Nem. Bár nem látom át, hogy hol lehetnek a dobolók, de legyenek dobolók. Hopp. A képen látható egy férfi, aki visszamegy a házába, egy pillangó, vagy egy férfi, akinek óra van az arca helyett. Hát, akár férfi, aki visszamegy a házba, állat. Ez egy nő, aki karácsonyfát díszít, egy táncoló lány, vagy egy kék UFO, amint megerőszakol egy disznót. Ó, te jó ég, legyenek karácsonyfa. Egy férfi karácsonyi díszt ad át egy hölgynek, egy torony egy hegyen, vagy egy baba póklábakkal. Hát ez olyan, mint a... hogy is hívják azt az illatosítót a kocsiban? Wunderbaum, vagy mi a fene, ami az? Igen. A nő leejti a karácsonyfadíszt, vagy autóbaleset, vagy egy fa, amely emberi tüdőt növeszt magának éppen. Hát ugye, nem látok ebben automobil accidentet, úgyhogy a hölgy leejti az ornamentumot. Itt van a karácsonyfadíszt darabokban. Vagy egy fagylaltölcsér, vagy... te jó, hogy hívják ezt. Menetelő kalapácsok, hát nem. Darabokban heverő karácsonyfadísz. A férfi, aki leüvölti az asszonyt. Egy... egy sakk... Rook, azt most nem tudom micsoda, vagy valamelyik... bábú a soktáblán, vagy valami hasonló. Illetve egy férfi rinocérosz fejjel. Tyűha. Hát... én nem tudom, legyen a férfi, aki kiabál az asszonnyal, ha már egy storyline-ban vagyunk. A nő, amint meg arcuk csapja a férfit, egy felborult kamion. Hát, ha valamint egy felborult kamiont ebbe, aztán nem látok bele. Egy óriási... Punxsutawney filmmormota, aki embereket eszik alma helyett. Pofon. A férfi meglöki a nőt, egy kulcs a kulcstartón, vagy láncon. Egy oktopusz, vagyis egy polip zongorázik. A nő meglöki. Milyen férfi meglöki a nőt? Igen. A nő felborul a karácsonyfával együtt. Egy halom őszi levél. Vagy egy nő a... mindegy. Christmas tree. Körülről hozzá, hogy üssük meg. Köszönjük a türelmét, meg az idejét, Mr. Boyd, és majd jönnek az eredmények a következő napokban.
Mi? Ennyi? Ennyi volt a 8. nap? What? Oké. Szóval, nincs fekete alkalmazott a városházán. A polgármester szerint ez csak egy véletlen. She Broomot újra választották Freeburg államügyészévé, vagy hát nem államügyész, de általános ügyészévé, vagy nem tudom mi ez. Valami hasonló. És nagy nevű üzletemberek, befolyásos üzletemberek mondjuk készek befektetni a város jövőjébe. Na, pürgesd meg! Roy. Hát Roy, figyelj. Bejössz holnap, akkor menjél. Birch, aki leitta magát azért, mert rossz lemezeket kapott. Na jó. Ketten kiestek. Az mondjuk nem jó, de... Piros lemez már rég volt. Szóval valamire olyasmire gondoltam, hogy nem fogok felolvasni minden egyes bűncselekményt, kiküldöm a srácokat, ha nem kapják el, vagy ott történni fog valami, akkor majd azt elmondom. Feminista tüntetés, csodálatos. Néhány hónap ezelőtt néhány nem regisztrált feminista szervezet megjelent Freeburgben. Ma tartják az első tüntetésüket, amennyire tudjuk, a szervezetet külföldi szponzorok támogatják, és az a céljuk, hogy az embereiket fontos pozícióba jutassák a városházán belül. A tüntetés eszkalálódhat valami komolyabbá, és meg kell mutatnunk, hogy ki a ki van vezető szerepben, úgyhogy használjunk ezeket a gumibotokat, meg könygázt, és még akár tűzerőt is, ha szükséges. Mutassuk meg nekik, hogy milyen a megfélemlítés közelről és személyesen. Wow! Mi a franc? Négy officert is ki kell küldenem. Kb. 50-en gyűltek össze a parkban, akik azt kiabálják, hogy hagyjanak minket érvényesülni. Nesze SWAT. Dixon. Sheva végre bejött dolgozni. Az mondjuk durva, hogyha csak férfiakat küldök. Nem, Grant és Birch. Protekció! Vagy védelem? Remélem. Nem, protekció. Jack, problémánk van. Freeburg fő ügyésze, nem tudom mi ez, prosecutor, mert üzenek el nézem. Egy nő, és úgy néz ki, hogy a feministák oldalán áll, szóval valószínű valami durva jogi problémával fogunk belesételni. Jobb lenne, hogyha biztonságosban nyomnánk a dolgot, és meghamisítanánk némi bizonyítékot, hogy ne küldjenek, ne helyezenek vád alá, valami hasonló. 15 ezer dollárba kerülne az, hogy Rick Dixon ellen egy telefonhívást hamisítanának meg, amiben ez az a megnevezett Rick Dixon azt mondaná, hogy utálja a nőket, stb. Stb. Vagy Christopher G. Sand, ő az a maffia, akinek ugye szívességeket teszünk per pillanat. Meghasítanak egy levelet, amiben a maffia azt mondja, hogy a feminista szervezet az ő üzletük útjában áll, és azt követeli tőlem, hogy nyomjuk le az ellenállást, vagy nyomjuk le a tüntetést, különben a családom után mennek. Én egyiket sem találom olyan vonzónak, hogy kiadjak ezért 15 000 dollárt, úgyhogy szeva.
pszichológiai teszt. Mr. Boyd jó állapotban van, a pszichém az egyetlen probléma, hogy legyen aggodalma a stressz szintem, tünk-tánk-tink. A kutatásaim azt mondják, hogy Beethoven zenéje lenyugtatja az idegrendszert, és azt javasolja, hogy fektessünk be a jó öreg Ludwig fánban bele. Segíteni fog mindenféle erőszakos érzelem kitörésünk ellene helyett, stb. Kihallgatásra hívtak be. Jaj, kettő dolgozót, akik benyújtották a panaszt. Ellenem hivatalos interjúra hívták be, aminek a napja július 24. Na jó, várjál már. Túlszejtési szituáció. Hát ez kész. Van menjem. Pisztolyjal fenyegetőzik valaki, az a lényeg. Honnan fel a határide, hogy a Red Mask ganget tönkre tegyük. Suppress the protest by force. By force? No. Nem akarom lenyomni ott a... Sends investigations. Gangs. Két informátorom is van, úgyhogy... Start to investigate. Sale of stolen goods. Yin Yang. Érted, így hívják. Eladta az antik nyakláncot egy kínai bizniszmennek. Beasley-t és Johnson-t is ráállítjuk az ügyre. Hadd menjünk. Christopher G. Sand azt mondja, hogy hé, figyelj, ma 12:40-kor lesz egy kis himi-humi a Rubinovics kaszinóban. Nyilván megint nem akarja, hogy menjünk $8,000. Szóval $8,000 kapunk, ha nem megyünk ki. Izgalmas. Itt lesz valami. Mafia assignment, feminist protest. Ja, a City Hall azt kérte, hogy nyomjuk le erővel. Hát nem fogom erővel lenyomni, ha már kimentünk. Ott voltunk, nem nyomtuk le erővel. X-et kaptunk rá, ez van. Nem lehet mindig mindent megoldani. Jó, értem, ne csakkodjál le. Okay. The Last Picture Show Theater. Ó, te jó ég. Felgyújtották a mozit egy előadás során, majd a hölgy, aki ezt tette, azt elmenekült. Szerencsére beledett az eső. Ez az öcsém. Jó van. Kimentetek ketten, és elmenekült az elkövető. Gratulálok. Ínyan mindig személyes intézi a nagy ügyeket. Ezt eddig is tudtuk. Bosszú. Érted, úgy hívják, hogy bosszú. Bosszú. És közben az örök és villámlik, és úristen, mindenki el fog pusztulni, ítéletidő van. Szóval az öreg bosszú múlt héten érkezett Freeburgbe, és meggyőződése, hogy a nyakláncot ellopták a családjától még a 17. században. Yin Yang, hét bosszú lesz kész. Mi van már, ne? Bah. Tipikusan úgy csinál, mintha egy normális, átlagos, kis, rendszeresen étterembe járó hölgy lenne, és elmondja a vásárlónak, hogy melyik asztalnál találja meg. Bosszú, szeret utazni, testőr és vagy sofőr nélkül, szóval nem kavar nagy port a megjelenése, és Yin Yang mindig előre fizet, és sosem készpénzben. Okay.
küldeni senkit. Ez kellemetlen. Reméljük azért, hogy... hogy mondjam... lesz majd esélyünk. A deputy valami újság? Cseszmek. Rablás a kaszinóban. Ja... ez a 1240-es. Mi? A franc. Szóval nézzük a deputyval mi van. A deputyt küldjük el. Tréningre. Police Academy. Ja, sure. Kit küldhetek el a tréningre. Hadd menjen. Aha. Új játékgép érkezett, és az a lényeg, hogy jó lenne, hogyha valaki odafigyelne, hogy ne legyen gond ezzel az új géppel. Köszönjük Krisz, hogy kösz szépen. Itt a 8K. Nyilván. Ó, oh, baszki, hát ki mondta, hogy lőjél egy civilt? Hülye barom. Nem erről volt szó, gyerekek. Nem erről volt szó. Dehogy. Egy nap múlva kérhetek bármit is. Labor marketon nem tudok. Jöhet, nem lehet, hogy... Move to Shift A. Köszönöm szépen. Valaki legyen már itt. És akkor 3-3. És mindig egyel több emberem van az A-ban. De akkor is. Jó, szuper. Most már ezt is tudom, hogy így kell csinálni. Így kell. Gyanús személy. Aha. Aha. Atya úristen. Jó, Dixon és Fendem. Jean-Claude-ék rendet tesznek. Minden jól ment. Sőt, jól szórakoztunk. Hellfightereztünk egy csomót. Hopp, két rugó. Köszi. Let there be light. De nem most tudom átrakni, nyilván nem műszak közben fog megérkezni mamó. Gettó. Hát ez csodálatos. Egy házi asszony szomszédokra panaszkodik. Kingston és Grant. Hát igen, most azt mondja, mikor a doki, aki a gyanús személy volt a kórháznál, és azt mondta az egyik nőnek, aki 5 hónapos terhes volt, hogy simán lehet abortusza, és megszabadítja ettől a benne lakozó parazitától, és itt szó szerint idéztem.
Mikor meglát minket, azt fölvesz egy ilyen valamit, gondolom, amiben valami durva dolog lehet, és azt üvölti, hogy gyertek csak, felszorítom a lelketeket erről a mocskos világról, úgyhogy gondoljuk, úgy gondoljuk az a megoldás, hogy egy csokkolóval rámegyünk. Így is van. Nixon is van, nem elintézték. Jack. Mi van? A polgármester hív, azt mondja, hogy esküdtettem, hogy a város szolgálom, ha nem tartom be az ígéreteimet, akkor ők sem fogják a sajátjukat. Hát én még nem fogok nőket gumibottal verni, bocs haver. Christopher Sand azt mondja, hogy behozunk egy nagy szállítmány alkoholt, és azt, de azt hallottuk, hogy az új partnerünk az keménykedni szokott. Biztosításképpen kéne két haver. Jó van, Samadhi és Birch. Hoppá, a gyanús személy a gettóban. Az durvább, mint gondoltuk. Erősítést kérünk. Seva megy is a helyszínre. Én nagyon picit várok, akkor még Fandamot is kiküldhettem volna, de most már mindegy. Erőszak. True color. Reméljük, hogy semmi köze a dalhoz. Szerintem elég lesz, hogyha a Fandal kimegy és azt mondja, hogy egy öreg hölgy szerint valakit erőszakolnak a szomszéd szobában. Gyanítom, hogy a 8. napon meg lesz a 3. false alarm. Mert valaki csak jól érzik egymást, de ettől függetlenül. Hoppá! Kiment Seva és megoldott az ügy. Seva, gyakrabban kéne munkába jönned, mert úgy látszik működik a dolog. Detektív Beasley, 3 új frame. Személyesen. Igen. Ez nem jó. Azért nem jó. Mármint, hogy rögtön mutatom, miért nem jó. Mert hogy azt olvastam, hogy a hölgyike itt mutatja, hogy mindig ragaszkodik a teljes fizetéshez, és nem. Dolgozik készpénzzel. Jó, hát akkor személyesen intézi az ügyeit. És mi a franc? Na, tehát emberünk megérkezik. Jön, a hölgy már ott ül, hát adja a dobozt. Yin Yang, a Bölcs Sárkány tulajdonosa. A Bölcs Sárkány étterem, of course. Erőszak, mégiscsak, de jó. Egy nagy ember egy síró hölgyet tart a nyakánál fogva, megüti az arcát, és azt üvölti, hogy kussolj kurva, ki fizettelek, úgyhogy maradj csendben. Nem halálos fenyegetést fog leadni a rendőrség, hanem nem is fegyvert fogok rá, hanem megütöm a térdét mondjuk. A hölgy, mert elszökik,
de a stricie a férfiét ugrik, vagy nyúl, vagy igen, ugrik, és egy újabb búnyó tör ki. Megpróbáljuk elválasztani őket, vagy hagyjuk őket bunyózni, vagy inkább nesze nektek egy kis paprika spray. A férfi odébb dobja a stricit, majd kiugrik az ablakon. Ugorjunk utána. Hányadik emeleten vagyunk, azt tudja bárki is? Ugorjunk utána és üldözzük, vagy fussunk le a lépcsőn, vagy lőjük hátba a menekülő embert. Lefutnék a lépcsőn. Azt nem fogok utána ugrani az ablakon, ember. Hát... öcsém. Jesus Christ. Beasley. És két rendőr, Dixon és Samadi. Mert is. Öcsém, No Detective Sent to the Crime Scene. Most akartam kiküldeni a csajt, mert végre felszabadult. Hát most erre mit mondjak? Offender Court. Elkaptuk a hölgyet. Ügy lezárva. Minden gyanúsítottat elkaptunk. Ding-ding-ding-ding, reméljük megkapjuk a... Eliminate the gang. Puff. You have destroyed this gang. Avagy elpusztítottuk ezt a bandát. Köszönjük szépen, 20 000 dollár ide nekünk. Hol színesze alapom? Jack, csak így tovább, aztán... érted? Már könnyebbek lesznek a végső napjaid itt a rendőrségnél. Így van ez. Ez az Beasley. A legjobb emberem. Főnök, felmondok. Több időt szeretnék tölteni a családommal. Good job, good job. Jó, hogy ide átraktam a hölgyikét, most behetek föl még egy valakit. Baszd meg. Elnézést. Hát ezt ilyet? Ezt hogy? Sharon Moll és DeBritto marad itt. Flagella áthúzódik az elműszakba. Ahol lesz Johnson párja, tehát a két öreg hölgy majd jól eldiskurálgatnak napközben. Úgyhogy kéne valaki, aki kisegíti őket, ugye. Tizedik nap. Júli 24. Egy ortodox vallás képviselője megjelenhet Freeburgben. A rendőrség kézre kerítette az antik tolvajbandát, illetve a... köszönöm szépen! A kínai banda évek óta Boyd szemelettára dolgozott. Hát ez, köszönöm szépen, könnyű. Lássuk meg mindenben a jót, kedves újságírók. Birch nem jött ma dolgozni. Tegnap arról volt szó, hogy pihen. Kocsi nem jött be ma dolgozni. Roy. Roy nem. 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 Orion... ah, basszus. Ja, menj haza. Atya úristen. Nyomjuk, start the day. Így kell elkezdeni egy napot. Az emberünk egyébként a Roy, vagy ki a turha volt, az már én nem tudom. Az... azt mondta azért nem jön, mert egész éjjel fent volt, és most cseng a füle. Valami kibúvót mindig talál, és most először nem engedtem, hogy hazamenjen, úgyhogy... Take care of the hero. Városháza. Tony DeBritto ma hős, hiszen kimentette Wallace
szenát... Mi? Szenátor Wallace Green. Wallace Green szenátor a folyóból. Oké. Megjutalmazzák július 27-én. Az újságírók is megjelenhetnek, akárcsak Mr. Green családja, aki személyesen szeretné megköszönni a rendőrségnek. Legyünk, biztosítsuk azt, hogy nem semmi különös szokatlan nem történik ezzel a kis detektívvel, mivel ott kell lennie a ceremónián, és meg kell, hogy kapja a medált mindenféle gond nélkül. Oh, nice. Szóval... 8... 9 plusz 2. Itt van 8... plusz 3. Detektív. Jack Pepperth. Douglas Wolf. Vagy James Weinberger. Bocs. Melyik sípbe kell? Shift A. Hogy? Backlogunk van, take care of the hero. Hát jó, már nem lesz semmi baj, mi baja lenne. Mi baja is lehetne? Ez csak egy lehetőség, hogy egész napot fog ugrálni nekem a... Paddy Wagon. Szóval néha csak egy vagy két embert fogunk letartóztatni, de hogyha egy egész csoportot, akkor jobb lesz, hogyha egy szállítótot viszünk magunkkal. Egy igazán profi stáb vagy csapat meg tud oldani egy speciális szállítást, de legtöbb ilyen kis őrmester az inkább a furban szereti. Sajnálatos módon a rendőrségnek most jelen a pillanatban nincsen pénze rá. Gyilkosság. Gyilkosság. Kísérlet. Aha. Földi reméljük megoldja a helyzetet. Annyi történt, hogy a... Egy officert szeretnék, még egyet, és akkor az úgy jó lesz. Ja, igen. De puty. Ja, nem. Van investigáció, no open investigations, sehol semmi. Feszült csendben várjuk, hogy hey. Christopher Sanders mondja, hogy rámentek valami boltjukra, és túl sokan vannak. Ó, Pördi meg ott van, de... Szóval az van, hogy komolyabb a helyzet ott a... kertvárosban, mint gondoltuk. A szituáció egyébként az, hogy tömeget kellett volna visszafogni, azért kellett volna ugye a... szállítóautó, de nem jött össze, úgyhogy az alapeset az, hogy egy kisrácot elgázolt egy jégkrémes autó. Na tessék, már megint. A bíróságnál 18.30-kor lesz valami, ne menjünk oda, $6,000. Lássuk. Szóval, hogy elütöttek egy... Várjunk egy picit, mindjárt. Nézzük meg, mi történt. Elkaptuk a... Ah, jól van, oké. Okay. Szóval senki nem sérült meg
mindenféle autó meg egyebek nélkül sikerült megoldani a helyzetet. Szóval a kisrác, akit elütött a jégkrémes autó, az a helyszínen meghalt, és ezért a tömeg lázadozott, hogy te jó ég, hogy sikoltozások jönnek a fűrészmalomtól. Stone és Price. Jó. Történik. Három ember kell, akkor igazából szinte mindegy, hogy mi történik, mert mi nem értek vissza, úgyhogy várunk, várunk, és most. Hello. Tehát. Van egy óriási járműflottám. Szerettem volna szervezni egy workshopot az új sofőreimnek. Meg kéne tanulni, hogy hogyan dolgozzanak, hogyan viselkedjenek az utakon, hogy a járőreinknek még csak rá se kell nézni kétszer a kocsikra, úgyhogy küldjük a három legjobbunkat, hogy elutazhassanak egész nap az embereimmel, és meg elmagyarázzák, hogy hogyan működik a közlekedés, meg a rendőrségi igen, szóval a rendőrségi megfigyelés. És ha ezt megtesszük, akkor ajándékoz nekünk egy eddig, ugye nem volt ilyenünk, szóval ajándékoz nekünk egy Jenci és Cubaki, hadd menjen. Ajándékoz nekünk egy furgont, amire elég nagy szükségünk lenne. Visszafelé nem jön senki, csak elfelé megy mindenki. Hát akkor lássuk. Rablás. Éjjel-nappali gyógyszertárból egy függő megpróbál bejutni. Megfenyegette a női gyógyszertárost. Úgyhogy Kendall és Roy kivegyen helyszínre. 9 láb magas kerítés veszi körül a fűrésztelepet, és belülről van bezárva. Kiabálás hallatszik bentről. Törjük föl, zúzzuk szét egy autóval, vagy esetleg kopogjunk be. How about that? Egy férfi egy fiatal fiút fenyeget. Na! Hogyha csak azt mondanám, hogy egy fűrészsel, akkor olyan alliteráció lenne, hogy megőrülsz. Tehát egy férfi egy fiatal fiút fenyeget fűrészsel, de igazából körfűrészsel. A férfi hisztérikusan sikoltozik. Célozzunk és lőjük ki a csávót, vagy fogjuk rá a fegyverünket és szóljuk fel, hogy engedje el a fiút, vagy vessük rá magunkat a bűnözőre. Igen, egy forgásban lévő körfűrésznél ugrándozzunk, hát ha valakit rálökünk. Nem. Szólítsuk fel, hogy úgy-úgy... Mitől? Állja már valaki, hogy milyen franctól halt meg egy civil. Ha elkaptuk az elkövetőt, nekünk nem lett bajunk, mint rendőröknek. Akkor mitől és ki halt meg? Csak úgy kérdezem. Harry Sand. Srácok, azt jelentik, hogy végigvettük az alapokat ezekkel az üresfejű sofőrökkel. Már végeztünk. Mindeközben Mr. Sand lehajított nekünk egy vadonatúj furgont. Tök jó. Kár, hogy sőt, túl jó azoknak az idiótának, akiket bele fogunk dobálni. Ott a Paddy Wagon. Homicide. A.K.A. Ezt még egyszer. Kimentünk a helyszínre. Az éjjel-nappali bolt, nem bolt, hanem éjjel-nappali
gyógyszerészethez. És nem elég, hogy elmenekült az a csávó, a függő, hanem lelőtte mindkét rendőrömet, plusz egy civilt. És elszökött. Hú! Gyilkosság. Túszejtés, lövöldözés, odabent a városháza. Na várjunk. Mennyi időig visszajönnek a srácok? Ó, mindjárt visszajönnek, jó van. Szerencsére van egy kis időnk még. Ugyanis erre mindenkit ki fogok küldeni, én úgy érzem. Jó. Ne haragudj, de... Jöjjetek már be! Hol a faszba vagytok? Hol vannak az a három? Nem jöttek vissza. Ejha, bűnösök találtattam, amiért visszaértem a hatalmammal, a város a fizetésem csökkentését írta elő, mégpedig 50%-kal, vagyis ügyesen megfelezték a fízumot, anyátokat. Oké. Okay. Az van, hogy nyilván be van zárva az ajtó belülről, és eszement üvöltözéseket lehet hallani bentről. Lehetőségeink, betörjük az ajtót, bekopogunk, vagy bemegyünk egy szomszéd apartmanba, és átmászunk az erkélyen. Kop-kop. Az áldozat megkötözött fekszik a földön, a támadó rajta ül egy fecskendővel, amit ismeretlen anyaggal töltöttek meg, egy üveghipó van a földön közelében. Uram, ja igen, áll lehetőség, dobja el azonnal a fecskendőt, vagy fogjunk rá fegyvert, és mondjuk, hogy feküdjön le arccal a földre, vagy mondjuk neki azt, hogy uram, mi az ön oldalán állunk, meséljen az összeesküvésről, próbáljuk ki ezt. Az ember fölugrik, felkap néhány papírt az asztalról, itt minden le van írva, minden bizonyíték, megcsinálták ezeket a gyógyszereket, hogy a... az irányítsák az agyunkat, a gondolatainkat. Vagy azt mondjuk, hogy nos, a Freiburgi rendőrség azonnal elindít egy nyomozást, beszéljük meg ezt a központban, vagy hagyja abba a baromságait, meg az üvöltözést, és azonnal engedje el a doktort, vagy somjunk oda neki. Hát nem. Én ezt nem értem, Chaz meg. Komolyan mondom, bármit csinálok, most ez a trendi, hogy valaki meg kell, hogy halljon. Akkor kiírtják a fél rendőrséget. What the hell is going on? Atya úristen. Na most nem tudok erősítést küldeni, tekintettel arra, hogy nincs kit kiküldenem, mert már hárman meghaltak. És a kérdés az, hogy a SWAT teamen megerősített Max Stone... Nem tudok.
Nem tudok erősítés küldeni. De azért elkaptuk. Meghalt egy civil, hát nem hiszem el. Nem tudjuk miért tetted, de reméljük, hogy jó okod volt rá. Ne felejtsd el, kik a barátaid, nem akarom még több problémát. Mondja Christopher G. Sand. Na várjunk már. Nem. Hanem... Nem... Mit volt a Mafia Assignment? Ja, hogy este fél hétkor lett volna a kórháznál ez az, és oda kellett, nem kellett volna kimennünk 6000-ért. De megint meghalt egy civil csez meg. Szóval... Take care of the hero. A másik műszakban van. És nem vehetek föl senkit, mert még hivatalosan nincs vége alatt, nem csak most. Megstone hazaért. Dead Souls. Halt lelkek. Minden beosztottam kap egy heti fizetést. Már akik életben vannak. Ha... Úristen, hogyha eltemetünk némi papírmunkát, akkor be tudunk húzni egy kis pénzt a halott rendőröknek a fizetéséből, szóval addig, amíg papíron életben vannak és egészségesek, a városközpont tökéletesen egészséges fizetési papírokat fog küldeni. Hát én halottnak nyilvánítom, nem ebből fogok meggazdagodni, én úgy érzem. Hárman haltak meg a műszakban. Tyű. Hát nem mondom, hogy ez így egy egyszerű nap volt. Úgyhogy... Rogers polgármester elégedetlen a rendőrséggel. Rogers a felelős a Freiburgi rendőrség összeomlásáért, illetve lehetséges, hogy a Freiburg az otthont az elődöntőnek, a minek az elődöntőjének, az ifjúsági hokiliga elődöntőjének. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy picit, nagyon picit sikerült megpörgetni ezt a 2-3 napot, amennyit végül sikerült letolnunk. Úgyhogy remélem, hogy tovább alakul a történet. Egyre durvábbak a dolgok, ahogy láttátok, itt hullanak a rendőrök, nyomás több oldalról, a maffia ezt akarja, a rendőrség azt akarja, a polgármester azt akarja, és akkor még nem is beszéltünk a hiányzó három kis képről, akik még valószínűleg akarni fognak valamit. A fizetésünket csökkentették, szóval ez egy durva kis videó volt, én úgy érzem. Úgyhogy egyelőre itt abba is hagynám. Jó pihenés mindannyiunknak. A 11. nappal folytatjuk. Sziasztok!